tárogató szóval köszöntötték a megyeházán tartott vállalkozói fórum résztvevőit szerdán délelőtt. Az eseményt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat szervezte, többek között azzal a céllal, hogy az identitásőrzés és a helyi vállalkozások kapcsolatának fontosságára hívja fel a figyelmet. A legfontosabbat, hogyha kiemelhetjük, akkor én azt mondanám, hogy ha valaki a saját vállalkozásában is eredményeket tud elérni, akkor egy közösséget fejleszt, egy közösséget épít, hiszen egy vállalkozás nem egy emberről szól, hanem ott vannak munkavállalók, vannak olyan szereplők, és vannak olyan kapcsolódási pontok, amelyek a vállalkozáson túlmutatnak. És igazából úgy lehet erős szerintem egy vállalkozás, hogyha hű tud maradni a gyökereihez. Szabolcs-Szatmár-Berekben jelenleg több mint 36.500 vállalkozást tart nyilván az iparkamara. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöke szerint kiemelten fontos a gazdasági szereplők helyi kötődése. Ezt erősíti például a vállalkozók szerepvállalása a megyei értékek támogatásában. Az értékmegőrzés mellett azonban a vállalkozások legfőbb feladata a gazdasági fejlődés előmozdítása. A megye előtt rengeteg lehetőség áll. Látjuk, hogy az elmúlt években több multinacionális vállalat is ide költözött, a helyi vállalkozások is megerősödtek, nagyon sok vállalkozás kiemelkedő teljesítményt tud nyújtani ebben a megyében, ami hát ugye mindig tudjuk és tudtuk és tudjuk azt, hogy egy kicsit hátrányosabb helyzetben van, ha nézzük a béreket és egyéb dolgokat a ország többi részére, Nyugat-Európára már nem is beszélve. Ettől függetlenül itt úgy látjuk, és úgy látom én is, hogy a helyi vállalkozások, a gazdaság élet szereplői rendkívül pozitívan állnak hozzá, rendkívül nagy energiával és mindent beleadással vesznek részt a munkában, a cégük életében, és így a megye életében is, amivel segítik a megyének a fejlődését. A rendezvényen elhangzott, az identitás minden sikeres üzleti ötlet alapja. Az eseményen ilyen jó gyakorlatokat is bemutattak az érdeklődőknek. A Nyírség Édesburgonya programot 2016-ban kezdtük, ekkor volt az első teljes évünk, és az első három évben egy alapozói tevékenységet folytattunk. Szerettük volna, hogyha a Nyírségben minél több ember, minél több gazdálkodó, minél több szervezet megismeri az Édesburgonyát, és azt gondolom, hogy ebben elképesztően nagy sikert értünk el. Ma legalább 100-szor annyian ismerik, és legalább 100-szor annyian fogyasztanak édesburgonyát, mint 7-8 évvel ezelőtt. A Vállalkozói Fórum része az Itthon Együtt Közösen Szabolcs-Szatmár-Berekben című programsorozatnak, melynek keretében a megyei önkormányzat a helyi kultúrát népszerűsítő értéktalálkozókat, ifjúsági táborokat, rendezvényeket szervez. A programok elsődleges célja a megyei lakosság identitás tudatának erősítése.